Kályhák, kandallók, gázkazánok, konvektorok. Bármely fűtőtestet is használja valaki lakásában, a fűtési szezon kezdetekor ezeknek a berendezéseknek tökéletes műszaki állapotban kell lenniük. Ugyanilyen lényeges a kémények rendszeres karbantartása ebben az időszakban. Fontos tudni, hogy ehhez fizetni sem kell. A katasztrófa védelem kémény seprői 17 megye 2672 településén látják el az ellenőrzési és tisztítási tevékenységet a lakosság körében. A szakemberek minden évben több ezer veszélyt jelentő hibát tárnak fel a tüzelőberendezések és füstelvezető rendszerek átvizsgálásakor, vagy éppen tisztításakor. A kémények rendszeres vizsgálata amúgy azért elengedhetetlen, mert ezek olyan berendezések, amelyek hibái a használók előtt ugye rejtve maradnak, vagyis csak az időszakos kémény ellenőrzés adhat valós képet az égés termék elvezető adott állapotáról. Ma már amúgy a hazai háztartások jelentős részében van szénmonoxid érzékelő, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeken a helyeken kevesebben és kisebb fokban sérülnek meg a szénmonoxid miatt. Nemrégiben frissült egyébként a szénmonoxid érzékelők pozitív, illetve negatív listája. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nyilvántartása azt mutatja meg, hogy mely berendezéseket szabad és érdemes megvásárolni, és melyeket nem. Ezekkel a viszonylag alacsony ráfordítással beszerezhető eszközökkel egyébként 5-7 évre biztonságosabbá tehetőek a lakások. Az érzékelők rendszeres elemcseréjét sem szabad ugyanakkor elfelejteni. Bár egyre többen figyelnek már a biztonság megteremtésére, mérgezések és kéménytüzek még mindig gyakran előfordulnak. Idén eddig mintegy 600 szénmonoxidos esethez riasztották a tűzoltókat, az érintett ingatlanok 80%-ában volt érzékelő. Ez ugye országos adat, de ha a megyét nézzük, 2019-ben Szabolcs-Szatmár Berekben 34 szénmonoxidos esethez riasztották a tűzoltókat, idén október közepéig pedig már 26 esethez riasztották az egységeket. A kéménytüzes statisztikák valamivel ugye magasabb számokat mutatnak, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2019-ben 104 kéménytüzes esethez riasztották a beavatkozókat, 2020. október közepéig pedig már 60 ilyen eset volt. Nem csak a berendezés műszaki állapota, a nem megfelelő tüzelőanyag is gyakran okoz baleseteket. Mind a kályhák és kandallók, mind a vegyes tüzelésű kazánok használatánál tilos háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy éppen nedves fával fűteni. Ezek ugyanis amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kátrány és korom lerakódását a kéményben, ami könnyen lakástűzhöz vezethet.